Az alfa generáció már az iskolapadban ül, és erre a kihívásra ad hatásos választ a program, hangsúlyozta köszöntőjében Török Szabolcs, a tankerület vezetője. Az Okos Tanterem program az Alba Innovár közreműködésével 9 Fehérvári általános iskolát digitális eszközökkel szerelt fel. Az okos táblát és további digitális eszközöket használó pedagógusok közül sokan saját ötleteikkel is színesítik az órákat, ezeket a módszereket, illetve lehetőségeket mutatták be egymásnak. Egy olyan tudásközpontot hozunk létre, ahol a tanárok a tudásaikat feltöltik a tárra, a központi tárra, és ezt bárki más is hozzá tud férni a rendszeren belül, tehát más tanár is, más iskolában más tanár is tudja ezt használni, és ami nagyon fontos az, hogy ők ezt kocsolják, tehát egymást segítik. Tehát ez nem csak valami olyan, hogy internet feljöbe feltöltöm, és aki akarja, használja, hanem ez a dolog tényleg arról szól, hogy segítsük egymást. A mentorprogram második állomásán Laufer Tamás hangsúlyozta, a cél az, hogy mind a 21 fehérvári általános iskola csatlakozzon az Okos Tanterem programhoz. Hozzátette, a tervek szerint a jövőben pénzdíjjal szeretnék majd jutalmazni azon pedagógusokat, akik a leghasznosabb jó gyakorlatot készítik el.